Kárpátalján egyedülálló módon, immár 15 éve minden karácsony előtt egy felejthetetlen napot tölthetnek együtt az unvidéki árva, félárva és hátrányos helyzetű gyermekek Eszenyben. Mai műsorunkban ellátogatunk hozzájuk, ahol megismerkedhetünk az esemény megálmodóival és szervezőivel, azaz Balog Attilával, Ung megyei református esperessel, feleségével, Judittal és gyermekeikkel. Tartsanak velünk! Szia, Judit! Itt van Zsófika is? Igen. Szia. Mi jól ismerjük egymást. Éppen zajlik a kézműves foglalkozás, ha jól látom. Karácsonyfa díszeket készítünk. A nagy termünkben van egy fenyőfa, amit majd fel fogunk díszíteni a nap végén. Most az idén fehér kartonpapírból angyalokat és fenyőfákat készítünk. Eszterrel is éppen egy fenyőfát készítettünk. Minden évben, ha jól tudom, ez a napnak a fénypontja, amikor a gyerekek együtt díszítik a fát. Igen, igen, nagyon, nagyon szeretik a fenyőfa díszítést, nagy örömmel díszítik. A fiúk kevésbé lelkesek a kézműves foglalkozáson, de a lányok nagyon lelkesen készítik ezeket a díszeket. És a nap végén majd fenyőfa feldíszítése után megkapják a gyerekek az ajándékokat, ezért is várják annyira a fenyőfa díszítést. Látom, Zsófi is itt van veletek, itt van veled, a kislányod. Igen, igen, itt vannak a gyerekek, a saját gyerekeink, ők is segítenek. A fiúk most az előkészületekben segítettek, a kislányom, ő pedig nem szakad le rólam, ő szeret. Szeret itt lenni, szeret a gyerekek között lenni. Anyának azt most nem szabad. Anya mikrofonja a legérdekesebb. A legérdekesebb, igen, azt nézzük, hogy mi lehet az. Nem, jó. És hány gyerek szokott eljönni erre a rendezvényre általában? 40 és 50 között, idén 42 gyerek jött el. Ezek a gyerekek félárva és árva gyermekek, és hátrányos helyzetben élő gyermekek. Az Ungi Református Egyházmegye gyülekezeteiből érkeznek ide. Ha jól tudom, ezt a rendezvényt egész Kárpátán sehol más nem rendezi. Ez egy egyedülálló esemény. Egyedülálló rendezvény, 15 évvel ezelőtt kezdtük el. Ha jól emlékszem, egy Kanadában élő református gyülekezet egyik presbitere keresett meg minket azzal a céllal, hogy ő olyan gyermekeket szeretne karácsony előtt megajándékozni rajtunk keresztül, akik félárvák családban élnek. A gyerekek nagyon jól érzik magukat, ezen a napon felszabadultak, nagyon sok szeretetet kapnak itt az önkénteseinktől. Nagyon sok ember van, aki segít, hiszen ezt egyedül mi nem tudnánk megszervezni, lebonyolítani. Nálatok amúgy se áll meg az élet, ha jól tudom. Az év minden hónapjában legalább egy-két rendezvény van az eszenyi református gyülekezetben. Nagyon sok rendezvényünk van egész éven, de talán a december az, amikor minden hétvégére jut egy-két rendezvény. Nekem nagyon nehéz megtalálni az egyensúlyt a család között és a gyülekezeti élet között, mert szeretnék a fiaimmal, a gyermekeimmel is időt tölteni. Igyekszem meg az egyensúlyt. Ők most jöttek haza, két nagy fiam Debrecenbe tanul, és igazából tegnap előtt este érkeztek, de még nem is érkeztem velük beszélgetni, mert csütörtökön is rendezvényen voltunk, pénteken már előkészítettük ezt a mai napot, ma pedig... Még a lelkész családok karácsonya, úgyhogy az év végéig... És jönnek a gyülekezeti alkalmak, ahol szintén a hittanosaink majd szerepelnek. Felnőtt kórus szolgál. Tehát lesznek még rendezvények. Nem unatkozunk, de valahogy már én így érzem jól magam szerintem. Ez hozzátartozik az életünkhöz. A gyerekek, mi kicsik voltak, nehezen tolerálták ezt a pörgést, meg azt, hogy anya, apa, amikor egy-egy ünnep van, ünnep alkalmával nincs otthon, keveset van velük, de most már megértették, meg ők is szívesen segítenek. Ha már csak abban, hogy a kicsikre vigyáznak, amikor mi nem vagyunk otthon, tehát az is nagyon jó. Mit készítettél? Ez egy kis csengő. És hogy kellett készíteni? Mit kellett kivágni? Két kört, két ilyen kis levelet, csillámot raktam rá, és egy ilyen kis szalagot, hogy rá lehessen akasztani a fára. És ezt itt fogjátok rá akasztani? Igen. És te hanyadik alkalommal vagy itt? Második. És szeretsz itt lenni? Igen. És mi benne a jó? Mit tudsz itt csinálni még? Hogy játszani lehet, kézi munkázni, éneket tanulni. Ha
gyerekek, ti is itt vagytok? Képzeljétek, most, hogy közeledik a karácsony, olyan izgatott vagyok. Mint lilium a tövisek közt, olyan az én mátkám a leányok közt. Az igen, szerettük volna színesebbé tenni a programot a gyerekek számára, ezért először hívtunk meg egy bábcsoportot, a Nagy Dobronyi Református Gyülekezet bábcsoportját, akik nagy szeretettel jöttek és elfogadták a meghívásunkat. Ők Jézus születésének történetét adják elő, nagyon magas színvonalon, nagyon tetszik a gyerekeknek, hogyha végignézzük az arcokon, akkor tényleg mindenki téged. Nagyon figyeli a báb előadást. Minden éven igyekszünk valami újat hozni. Hiszen vannak dolgok, a régi dolgok, amikhez ragaszkodunk, amik nagyon jók, amiket nagyon szeretnek a gyerekek, de mindig igyekszünk új dolgokat is hozni, minden éven valami újat. És még most jön a karácsonyfa díszítés. Igen, most jön a karácsonyfa díszítés a báb előadás után. A gyerekek a délután folyamán elkészítették a díszeket, amelyek felkerülnek majd a fára, és akkor majd közösen feldíszítjük. Ez egy nagyon megható, felemelő pillanat. Látod, Mária mindig szeretett imádkozni. Mert így beszélgetett Istennel. Most annak, hogy az alkalom meg tudott valósulni. Hálásak vagyunk az Úristennek, hogy voltak támogatók, voltak segítők ezek, és vagytok ti, akik vágyakozó szívvel jöttök évről évre. Valaki először van itt, hiszen valakinek az arcát még nem ismerem. Az azt jelenti, hogy első alkalommal látogatott el hozzánk. Valaki pedig már nagyon jól ismerek, hiszen évek hosszú sora óta, egészen pici kortól kezdve, most már nagyobb bacska is itt van közöttünk. Az első megajándékozott, aki egy szánkót kért, ha jól tudom. Úr, ez egy nagy szánkó, erre nem csak ő fér, erre még mások is rá fognak férni. Ő 13 éves Sándor Maxim Csongorról. Ú, Maxim, ez nagyobb, mint te. Családi. Neked, Zsófika, mutasd már meg, mik ezek? Apa. Honnan? Apa vett. Apa vette? És várjál már, ez ki? Peppa. És ez ki? Mami. Mami? És ő ki? Daddy. Daddy! És ki van itt még? És hogy hívják Peppának a barátnőjét, vagy barátját? A Nyuszi. Ez a Nyuszi. Jó sok Peppád van, ez mind a tiéd, Zsófika? Igen. És mibe szeret ugrálni, Peppa? Jumping paddle. Mibe? Jumping paddle. Jumping paddle. Jumping muddy paddle. A pocsolyába szeret ugrálni. De. És ez itt mit csinál? Focizik. És a ruhádon is Peppa van? Meg a zoknidon is Peppa van? Nem. Ezek közül add már ide nekem azt, amelyik a kedvenced. Nem. Add ide, Léci, megnézhetem. Léci. Nem.
Petra, ha jól tudom, nagyon szeretsz olvasni. Igen. Ugye? És itt látok egy teljes, hosszú sorozatot. Ezek milyen könyvek itt? A legtöbb Európi naplója, de van köztük más könyv is. Mi például? Geronimo Stilton. És a Ropi naplója az a kedvenced? Igen. Hány rész van meg belőle? 18. Hű, és mikor kezdted ezeket elolvasni? 2018-ban. Te, ha jól tudom, már nem itt tanulsz Eszenybe, ugye? Nem. És hol tanulsz? A Nagy-Dobrényi Református Líceumban. Hanyadik osztályos vagy? 5. És milyen a suli? Mennyiben más, mint mondjuk? Jó. Vagy Debrecenbe? Te Debrecenbe is tanultál? Igen. Igen, és két évet tanultam ott. Két évet. Ott kezdted az első osztályt? Eszenybe kezdtem az első osztályt, harmadik, vagy másikat, harmadikat Magyarországon, Eszenyben pedig a negyediket. És most az 5. járod? Nagy-Dobrényben, igen. Hű, hát akkor neked van tapasztalatod ma már az iskolából, igen? És melyik tetszik a legjobban? Eddig Nagy-Dobrényi. Van egy új hobbid is, ha jól tudom, Áronka. Igen. Mi például? Mi ez? A boxolás. Milyen gyakran szoktál boxolni? Hát egy nap ilyen egy órát, vagy egy és fél órát. Uh-huh. És a suliban van tornaórátok? Van. És ott milyen feladatokat végeztek? Évelején inkább gimnasztikáztunk, negyed évnél fociztunk, most meg kosárlabdázunk. Hát akkor érdekes. Szeretsz sportolni? Szeretek. Ábel, te vagy a középső fiú, a fiúk között, a Balogh családban. A te életed nagy része a fociról szólt. Nagyon kis korodban kezdted, ha jól tudom, 5 évesen, ugye? Igen, 5 évesen kezdtem már Nagy-Dobronyban. Apukám vitte először egy edzésre, mert már kiskoromban nagyon tehetséges voltam, és ezért úgy döntöttünk, hogy elmegyünk focizni. Hát ott is elég jól ment, aztán pedig elkerültem Ungvára, 8 évesen. Ott kezdtem igazán kimagasló lenni a korosztályomban, elkezdtünk nemzetközi tornákra járni, ahol egyre több elismerést kaptam, egyéni díjakat, csapatszinten is jól teljesítettünk. Aztán pedig apukám elvitt 2013-ban Debrecenbe, egy focitáborba, ott figyelt fel rám a Loki, és akkor onnan kerültem át a Lokiba, ott 6 évet fociztam. És a válogatottban is benne voltál? A megyei válogatottban voltam, igen. Hát azért nem volt ez egy könnyű időszak. Sokat ingáztatok Debrecen és Eszeny között, eleinte Ungvár között, közben tanultál is, ezt hogy tudtátok megélni? Érkeztél, vagy élvezted ezt az időszakot? Hát igazán az az időszak volt nehéz, amikor átkerültem a Lokiba. És akkor még fociztam Ungváron is, és úgy volt, hogy heti 4-et edzettem Ungváron, heti 1-et Debrecenbe, és a meccseken általában Debrecenbe voltam, nagyon ritkán az ungvári csapatommal is voltam. Aztán pedig egy idő után ott kellett hagyni az ungvári csapatomat, mert a kettőt nem lehetett összeegyeztetni. Hát annyira nem élveztem az utazásokat, az edzéseket, meccseket élveztem, az utazásokat annyira nem. Fárasztó volt. Hány évesen volt ez az időszak, mikor Ungváról átmentél Debrecenbe? Hát 13-12 éves koromban körülbelül. És jutott energiád a tanulásra is? Hát igen, jutott. Igazából mindent próbáltam beosztani. Szerencsére jól ment mind a kettő, össze tudtam egyeztetni. Uh-huh. Itt vannak a kupáid, igen. Látom, hát meg ez csak a fele, háromnegyede, többi az ott van Debrecenben. Uh-huh. Ez inkább a kisebb koromba. Szerzett igen, díjak. Kupák, igen. Igen, itt vagy még, ez még Ungváron, ugye? Ez 13, ez az első, hát ilyen nemzetközi tornám a legnagyobb, itt másodikok lettünk. Egy szlovákiai tornán, Prešovban, a Dinamo Minsktől kaptunk ki 3-1-re a döntőben. Hát sok kupa van itt, tényleg nem is tudom mi az, amit inkább emeljünk ki. Melyik a kedvenced ezek közül? Melyikre vagy a legbüszkébb? Erre vagyok a legbüszkébb. Ez 2014-es. Ezt egy szlovákiai tornán kaptam. 2002-es korosztályban, ugye 2004-es vagyok. És hát itt nagyon jól ment a játék. Többen is odajöttek a torna végén gratulálni. Meg is nyertük a tornát. Nagyon jó csapatok voltak. Tehát volt olyan csapat, amiben a játékosok 1-2 fejjel magasabb voltak, mint én. De szerencsére megnyertük, és én lettem a legjobb játékos a tornán, lőttem is 4-5 gólt, erre vagyok a legbüszkébb. Hát akkor ez nagy élmény lehet. Ez hatalmas élmény volt, igen. Az elmúlt évek alatt azért az egészségedet is nagyon igénybe vette a sok edzés. Hetente hányszor edzettél? Főleg heti 5 edzésem volt, U14-es korosztályban volt már heti 5 edzésem, és hétvégén az NB1-es mérkőzések, korosztályos meccsek. Igen, az nagyon igénybe vette a szervezetem, testemet. Mi az, ami a gondot jelentett? Hát nekem a térdemmel volt rengeteg problémám, már kiskoromtól kezdve. Az jelentette a legnagyobb problémát, illetve volt egy bokatörésem. Az igazából az volt a,
a legkomolyabb sérülésem. Aki ismert téged, az tudja, hogy akármennyire fáj, te akkor sattad fel és mentél fájó térdel, fájó bokával, edzésre is. Igen, voltak olyan edzések, vagy főleg amikor még fociztam Ungváron is, hogy reggel volt egy edzésem az Ungvárral, vagy egy meccsem, és akkor délután pedig a Debrecennel volt egy meccsem, vagy egy edzésem, és az tényleg az nagyon igénybe vette főleg a térdem, és az nagyon fárasztó volt. Miután meg volt a bokatörésed, emlékszem, volt ott egy hezitálós időszak, hogy mégiscsak maradj, hagyj ki időszakot, aztán visszamenj. Igen, nehéz volt meghozni azt a döntést, hogy még. Igen, nehéz volt, mert miután volt a sérülésem, elkezdtem a rehabilitációmat, ami egy olyan másfél hónapot vett igénybe, és azt hittem, hogy utána jól fog menni, meg nem fog fájni, de a fájdalom az megmaradt, és emiatt gondolkoztunk azon, hogy lehet, hogy jobb lenne abba hagyni, de inkább folytattam, úgy döntöttem, hogy jobban megéri az, ha folytatom. Hát helyjel közel megérte. És mi volt az a pont, amikor végleg úgy gondoltátok, hogy akkor abban marad, és inkább a tanulás irányába mész, a továbbtanulás irányába? A tavaly előtti nyár, tehát 2018 nyara volt az, amikor úgy döntöttem, hogy abba kéne hagyni, mert igazán nem volt olyan egy-két hét, amikor nem lett volna valami sérülésem, kisebb sérülésekre gondolok. Vizesedett a térdem, fájt a combom, húzódások, és emiatt döntöttünk úgy, hogy végleg befejezem. Hát mert nem csak fizikailag, szellemileg is azért igénybe. Hát igen, mentálisan nagyon nehéz volt kezelni ezeket a dolgokat, amikor hétről hétre. Volt például olyan, hogy már edzettem két hetet, már ott voltam a kezdőcsapat környékén, már nagyon jól ment a játék, már megkaptam az edzőmtől a bizalmat, és akkor volt nekünk mindig a meccs előtt egy úgymond péntek edzés, ami abból állt, hogy csak így labdázunk, picit átmozgatjuk magunkat, és azon az edzéseken mindig jött valami sérülés, és azt nagyon nehéz volt mentálisan kezelni, hogy pont akkor, amikor már kezdtem jobb formában rendülni. És 15 évig fociztál? Hát igen, 15 éves koromig fociztam. Összesen 8-9 évet. Ja igen, 8-9 évet. És hogy tudtad lezárni ezt az időszakot magadba? Hát azért ez nem lehetett könnyű feldolgozni, mert jó, hogy oké, befejezted, de addig az életed mindennapja erről szól, ezt csináltad, hajtottál érte, edzettél, te is méghozzá ráadásul jól csináltad, amit csinálsz. Ezt hogy tudtad feldolgozni? Hát nagyon nehéz volt, ugye augusztusban hagytam abba, és nagyon fura volt, hogy a nyár végét, vagy a nyár utolsó hónapját azzal töltöm, hogy igazából pihenek. És ez nekem nagyon új élmény volt, ugye én mindig, minden nyáron végig fociztam a nyarat egy fél hónap pihenővel, és az egy hónap, azt nagyon élveztem, hogy végre pihenhetek, picit kikapcsolódhatok, családommal lehetek. Aztán pedig, amikor elkezdődött a suli, nekem rengeteg barátom maradt a csapatból, akikkel nem azt mondom, hogy napi szinten, de heti szinten tartjuk a kapcsolatot, és így nagyon nehéz, hogy elmondják, hogy ők most hol voltak, kivel játszottak, mit játszottak, és ezt így nagyon nehéz ezt átélni, hogy én nem csináltam ezt. A család itthon, most itthon vagytok te is Debrecenben tanulsz egyébként, igen. Meg Máté is, most itthon vagytok, ritkán jártok haza. Mit jelent neked a család, amikor együtt vagytok? Te hogy jellemeznéd a ti családotokat? Hát én nagyon családcentrikus vagyok, én nagyon szeretek a családommal lenni, azt gondolom, hogy egy szerető család vagyunk, szeretjük egymást. Ugye nekem van egy kis húgom, akit én nagyon, különösen nagyon szeretek, de beszéltek a család nevében, hogy nagyon szeretjük. Hát szerintem nagyon, nagyon jól meg vagyunk egymással. És milyen a kapcsolat apukáddal vagy anyukáddal? Többen vagytok, mikor jut időtök beszélgetni? Hát, meg tudjátok beszélni a dolgokat? Igen, hát apukámmal nekem nagyon jó kapcsolatom van, mert ugye vele éltem át a focis sikereimet, élményeimet, vele utaztam, vele ingáztam fel, ő neki köszönhetek mindent, hogy felvitt, hozott, támogatott mindenben, megkaptam mindent, ami kellett. Úgyhogy apukámmal nagyon jó kapcsolatom van, és anyukámmal is. Anya pedig lelkileg támogatott, igen, aggódott, sírt akkor is, amikor a legegyszerűbb sérülés volt, vagy a legnehezebb, igen. Vagy a legnagyobb. A Balogh családban régen is szerettek dárcozni, ha jól tudom. Igen. Ugye? Volt itt már mindenféle dárc verzió. És hogy megy? Kivel szoktatok játszani? Apával? Nagyon amatőr szinten játszunk. Meg évközben nem is szoktunk nagyon, meg nem is szoktunk így együtt lenni sokszor, csak ha szünetek vannak. De ilyenkor, amikor karácsony előtt a dárc VB megy, akkor szoktunk. Akkor itthon gyakoroltok? Igen. Nézitek is, követitek is a neten? Igen. Hoppá!
És ki? Ábival, vagy apukáddal, vagy Áronka is beszáll? Ábellel és apával leginkább. És kinek megy a legjobban? Hát szerintem Ábelnek. Ábelnek? Jó célhoz. Te Debrecenbe tanulsz. Milyen gyakran jársz? Hát legutóbb októberben voltam, de ez változó. Amikor haza tudok jönni, akkor jövök, de általában ott szoktam lenni. Uh-huh. És mit tanulsz? Most vegyész technikusnak tanulok. Ez mit akar? Mi leszel, ha nagy leszel? Hát például Debrecenben a Tevánál vagy a Richtergedonnál tudok ilyen minőség ellenőr pozícióba dolgozni, de szeptembertől szeretnék vegyészmérnökként tovább tanulni. Értem, szereted? Szeretem, igen. Amikor elkezdtem, annyira nem szerettem a kémiát, de így a 2 év alatt, ami most már 2 év lesz, megszerettem. És mi adott jó alapot hozzá? Itt te Dobronyba is tanultál, Kisdobronyba? Hát Debrecenben a Refibe emelt szinten tanultam a biológiát és a kémiát. És hát ti négyen vagytok tesók, és utána született Ábel, majd Áronka, és mikor te 18 éves voltál, akkor született meg Zsófika. Ugye, Zsófia. Igen. Boróka. Milyen a kapcsolat köztetek? Hogy fogadtad, hogy születik egy kis tesó, ráadásul lány? Hát eleinte furcsa volt, meg az is furcsa volt, hogy bővült a család, mert már rég nem volt ilyen. És hát lényegében az volt furcsa, hogy kicsi volt, törékeny, féltettem, de amikor kicsit nagyobb lett, akkor hozzászoktam. Azóta sok időt töltünk együtt, amikor itthon vagyok, próbálunk minél több időt együtt tölteni. Így már megszerettük egymást. És amúgy hogy jellemeznéd a kapcsolatotokat így a tesóiddal, Ábellel, Áronkával, Zsófival, már te vagy a legnagyobb, már túl vagytok a dac korszakon, ami tinédzserkorban jellemző a fiúkra. Hát nincs rossz kapcsolatunk, Zsófival van a legjobb kapcsolatom. Őt szeretem a legjobban, ő szerintem. Ő nem dumál vissza. Igen, hát Ábellel régebben többet veszekedtünk, most már így, hogy nagyobb lett, jobban megértjük egymást, és kevesebbet veszekszünk, meg jobban kijövünk egymással. Áronnal meg nem volt soha rossz kapcsolatom. Hát akkor ez egy teljesen egészséges testvéri kapcsolat, ami hát fogjuk köztetek rá. Van. És hát általában a lelkész családunkban mindig megkérdezem, hogy mennyire volt nehéz megélni azt, hogy lelkész családba születtél, többet elvártak tőled a barátaid, vagy a közösség, ahol voltál, vagy ez ma már a fiatalok körében ez nem számít nagy számnak, hogy valaki lelkész család gyereke. Hát nem volt nehéz. Olyan emberekkel, vagy olyanokkal barátkoztam, akik a Refibe jártak, köztük nem tűntem ki ezzel, meg nem kezeltek máshogy. Akik meg nem tolerálták ezt, vagy nem akartak velem ezért barátkoznak, azokkal nem barátkoztam.